Elkezdődik akkor a versengés itt a Folli Arborétumban, Badacsony őrsön vagyunk, és hozzálátunk a fakeresésnek, úgyhogy Zsuzsikám, sok sikert szeretnék neked kívánni. Neked is, az enyém fog győzni. Hú, hát ez szerintem elég nagy, de még nem a legnagyobb. Megyünk tovább. Megvan a fa, bár nem a legkisebb. Olyan panoráma van, hogy hihetetlen. Kabócák, madárkák, egy kicsit, mint mi oxigénmédiások, hogy tisztaság a zajban. Nagyon jó választás, meleg időben kitűnő árnyékot nyújt. A méretei ellenére, amit mondasz, hogy nem túl nagy, nem túl kicsi, azért ez egy körülbelül 40 éves példány lehet. Ez egy kínai szúrós luc. Hát kíváncsi vagyok most Zsuzsinak a sztoriára, mert picinek találom, és nem biztos, hogy a bejárattól jobban lehet látni, mint az enyémet. Hát én megmondom őszintén, hogy azért választottam ezt a fát, Nati, mert ez imént már megtudtam tőled, hogy korábban a hátunk mögött látható épület az mennyire fontos épület volt itt nálatok a múltban. Mi is egy ilyen frissen induló alkalmazás vagyunk egyelőre. Azért légy szíves, néhány mondatot mondj nekünk erről a fáról, mit lehet róla tudni. Ez is egy nagyon jó választás, bár rendhagyó. Ez egy kanadai vasfa, nagyon egészséges, ez abból is látszik, hogy minden évben sok-sok kis magonc nő a fa hatalmas koronája alatt, tehát bizton számíthatunk arra, ha szeretnénk újabb kanadai vasfát ültetni, akkor van miből, van utánpótlás. Ádám nem szólal meg, mert bűntudata van, de azért, mert az ő fája lett a győztes, ezt az eredményt hirdetjük ki, és hoztuk meg egyébként teljesen közösen egyetértve, talán többen elférünk alatta, mint ahányan az egész Oxigén média csapata ide be tud kuporogni, hogyha eső van meg, ha nap, akkor is. Marha jó, én mondom el az ő fája melletti kampányszöveget. Erős gyökerekkel, mint amilyenek mi vagyunk egymásnak az Oxigén média csapata. Jó, így Ádám? Hát igen, én abszolút örülök neki. Ha eljöttök, jussunk eszetekbe, jó? 1, 2, 3, 4 év múlva is Oxigén Music slágerek maximumon.